köszöntsem önöket a nagy kiállítás megnyitókon. Nagy tiszteletben, meg külön szeretettel köszöntöm Mordvárkán indított fotoművész. És rendhagyom módon a férjét, hiszen most a férje fogja megnyitni a kiállítást, Albert György fotoművész. Ugye, aki követi a kiállítási programjainkat, az tudja, hogy nagy szeretettel állítunk mi megyei alkotókat, és ugyancsak nagy öröm a tanulmányi részére, hogyha Sárvári vagy Sárvári elszámozott művész mutathatunk a közönségnek. Hát most Judit hazatért, a visszatért szülővárosában, hiszen a vendégeinket jelentős része az tudja, hogy Judit Sárvári született itt élt 17 éves koráig. Itt végezte el az általános iskolát, és nagy szeretettel emlékszik vissza az általános iskolai tanáraira, különösen a rajztanárára, aki már akkor egy igazán újszerű képzőművészeti látásmóddal ajándékozta meg a tanítványokat, köztük Juditot is, tehát mondhatnánk, hogy talán elindította a pályán, és miután elkerült Sárvárról, és megismerkedett Albert Györggyel, akkor a fotózáshoz is közel került, és hát a fotoművészetének itt is látjuk a eredményét. Engedjék meg, hogy nagy tiszteletet fölkérjem Albert Györggyel. Köszönöm szépen, de szinte már mindent elmondtál, szerintem ez így már teljesen kerek is volt. Egyébként tényleg, hát elnézést is kérek, mert tényleg nem az én ötletem volt, hogy én nyissam meg a kiállítást, hanem a Jutka erőszakoskodott velem. És hát tulajdonképpen azért vállaltam én el, mert hogy tényleg ennek van egy ilyen különlegessége, és hát valószínűleg ez a kis megnyitó beszédem is teljesen más lesz, mert ugye el szoktam mondani, fotográfiát oktatunk immáron 20 éve több társammal, és hát ezért elég sok kiállítást nyitok meg, és azt mindig el szoktam mondani, ez egy ilyen jól bevált standard szokott lenni, hogy a kiállítás az mindig egy ilyen mérföldkő a művész vagy a kezdőművész számára is, de szerintem a beérett művészek számára is, mert hogy a szerzőnek fontos igazából, hogy kiállítást csináljon. Tehát, hogy az jó, hogyha jó sokan megnézik, de alapvetően a legfontosabb a szerzőnek saját magának, hogy tisztába rakja, és hogy tovább építkezzen a területén. És hát a Juditnál ez tényleg ilyen szempontból is érdekes, de hát olyan szempontból is izgalmas, ugye, hogy hát 45 éve hagytad el Sárvárt, és hogy 45 év után ebben az anyaggal tértél vissza. Na hát és itt kezdődik a dolog, ugye, hogy mi megismerkedtünk, egy ilyen családi beszéd lesz ez most. Tehát, hogy megismerkedtünk nagyon-nagyon-nagyon régen az Orvos Továbbképző Intézetben, ahol ő ápolónő volt. Gyerekápolónő. Én pedig betegszállító voltam Kalandvágyból. Mert hogy akkor én már fényképeztem, és tényleg csak az érdekelt, viszont elhelyezkedtem a kórházban, mert hogy a kórház az mindig egy ilyen furcsa hely, szerintem ma is. Tehát a kórház a város szélén, meg egyéb sorozatok, ugye ezt már jól feldolgozták, és tényleg azért mentem oda, mert hogy élményeket, tapasztalatokat gyűjtsek az életemmel kapcsolatban. És hát sikerült, mert ott ismerkedtem össze Jutkával, de hát ez is úgy volt, hogy ő akkor gyönyörű volt, mert most is akkor aztán fantasztikus volt, és hát én meg egy olyan szerencsétlen voltam, aki ott hozta fel a például a folyosót, és akkor ő úgy eljött mellettem, és gyönyörű volt is a mozgása, meg minden, és ment és taxit rendelt. Én meg néztem, hogy úristen, hogyha egyszer megérném, hogy ebben a nővel egy kicsit szorosabb kapcsolatom legyen, hát aztán ez sikerült. Szóval ez egy tényleg egy ilyen sikertörténet ilyen szempontból. És hát persze, hogy abból csábítottam, hogy én fényképezek, meg hogy milyen jó dolog ez a fényképezés. Én is mutogattam nem a bélyeggyűjteményemet, hanem a fényképeket minden nőnek. Tehát, hogy azért azt meg kell. Azt mondtad, hogy csak
Mit előnek azt? Igen, mutogattam a fényképeimet, és ezzel próbáltam elcsábítani. És hát az volt a meglepetés, hogy tényleg olyan nagyon jókat mondott nekem a fényképeimről. Tehát, hogy rögtön bele kellett, hogy szeresse. De tényleg, és azt vettem észre az első pillanattól kezdve, hogy igen, hát nekem marha jó lenne olyan nővel élni, aki ennyire érzékeny, és ennyire finom, és ennyire jól érzi azt, hogy én mit csinálok. Tehát, hogy ez azt gondoltam, hogy ez elég lesz egy pár évtizedre. És hát ő mondta, hogy rajzolt, meg engem az annyira nem érdekelt, mert persze minden kislány rajzolt, de lekezeltem kicsit a dolgot, de aztán később rájöttem tényleg, hogy annyira érzékeny a képekkel kapcsolatban, mint a fotográfiákkal elsősorban, hogy az kifejezetten izgalmas lett számomra, és azt mondhatom, hogy szinte az első pillanattól nekem nagyon sokat segített. Tehát, hogy tényleg akkor én fotóztam, és raktuk össze már közösen a sorozatokat, ő engem folyamatosan bírált, figyelmeztetett, és így tovább, és így tovább. És aztán egyszer csak úgy kipattant a fejemből, hogy milyen jó lenne, hogyha ő is fényképezne. És akkor erre egy kicsit erőszakosan rávettem, hogy fényképezzen, és akkor megfenyegettem, meg mondtam neki, hogyha 40 éves koráig nem csinál valami igazán komoly dolgot, akkor elvágok. Na most, és akkor elkezdett fényképezni, és hát onnantól kezdve tényleg egy ilyen gyönyörű, szép, egyenes ívű pálya van előtte, aminek most szerintem a közepén tart. És hogy tényleg az volt, hogy közösen gondolkodtunk mindenről, de abszolút ő aztán egyéni utakra evezett, és amit itt látunk, tehát az első, azért hoztunk néhány könyvet ott, mert abból esetleg lehet tájékozódni, megcsináltuk közösen a Más Világ című fotóalbumunkat, ami abszolút gyönyörű, szép, közös munka volt számunkra, legalábbis az én számomra biztos, de talán a tiédre is. És utána ez az anyag, amit itt ki van állítva, az pedig már teljesen az ő egyénisége és elképzelése és mindene alapján készült. Úgyhogy hát én egy kicsit itt furcsán befejezni, mert azt hiszem, hogy túl hosszúra nem szeretném húzni, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ebből a